vesztene. És te tudod, hogy itt valaki vár. Figyelj az utakon, gyere már! Akarsz, hogy jössz és mindenet kifizet. Ne dugom magát, másolhat. Megyek az erkélyre, magamat kizárom. Szívemet kitárom. Ma is oda kiártom. Nincs a helyzetemben semmi. Ami ne lehetne kisé, jobbá tenni. A tavalyi év súlyosan érintette többek között a zeneipart is a pandémia miatt, de mint tudjuk, a zárt, visszavonult élet sok embernek adott lehetőséget a dolgok újraértékelésében. Például a művészek közül ezt az időszakot sokan az elmélyülésre, az alkotásra használták fel. Így volt ezzel Geszti Péter is, aki cseppet sem élte meg traumatikusan azt, hogy többet kell otthon tartózkodnia. Termést, azaz új dalokat hozott neki és a közönségnek is. Ez a sokszor szomorú korszak. Azon a napon, amikor karanténba kellett vonulni, rögtön tudtam, hogy ezt a következő korszakot, amiről nem tudtam, hogy meddig fog tartani, azt bizony nem punyadással kell és vakarózással tölteni, hanem azon túl, hogy megtartjuk a távolságtartás szabályait, vigyázunk egymásra, még az anyukámat se látogathattam meg. Bizony arra fogom fordítani ezt az időt, hogy oda kanyarodok, ahová én nagyon szeretek kanyarodni az életemben, írni fogok. Dalokat, befejeztem egy musicalt, az 1001 éjszaka meséiből készülő darabot, amit már 5 éve tologattam magam előtt, és a szerzőtársam előtt remekül tudtunk dolgozni, úgyhogy Zoomon folytattuk folyamatosan a munkát, és nagyon jó volt, és azt tudom mondani, hogy ha az ember nyitott erre is, akkor bizony a kreatív erőket is nyugodtan lehet akár ilyen hát távbeszélgetésekben és Zoomokon keresztül, vagy Skype-on keresztül kibontani. És nagyon aktív voltam egészen nyárig, tavaly nyárig, akkor volt néhány koncertünk, amikor kinyílt éppen két Covid között az ablak, nem túl sok, és aztán valamikor idén februárra egy kicsit elfáradtam lelkileg, addigra a nagyon pörgős alkotói korszakon túlestem, nem csak a műzikát, hanem írtam új dalokat, kitaláltam egy színházi estet magamnak, amit majd jövőre szeretnék megcsinálni. Ami a legnagyobb érték volt amellett, hogy jobban tudtam koncentrálni az alkotói munkára, az az volt, hogy a családommal sokkal többet voltam. És a kislányaim, akik egy csodálatos korszakukban vannak, hiszen most 10-12 évesek, azok sokkal többet láthatták az apjukat, és én sokkal többet megértettem az ő kis életükből, meg abból, hogy mire van szükségük. A megújított Best of Geszti a legsikeresebb repülők, jazz megaz, Gringo Star és Létvágy dalokat sűríti ütős produkcióba, vizuális izgalmakkal, két nagyszerű új énekesnővel és a jazz megaz kiváló muzsikusaival. A 2020-ban írt új Geszti dalok közül három is bekerült a friss programba, amelyben meglepetésként plusz egy népszerű repülők dal is helyet kapott. Én nem szoktam magamat soha retrosztárként pozícionálni, meg nem is gondolok magamra így, főleg azért nem, mert nem szeretek általában a múlt hinta székében üldögélni, és abban reménykedni, hogy valaki még emlékszik erre, hanem ma is tele vagyok gondolatokkal és dalokkal, amiket meg is fogalmazok, de minek után ezek ismeretlenek általában az emberek számára, főleg a régi nagy slágerekkel összehasonlítva, ezért úgy raktuk össze a műsort, hogy én is jól érezzem magam, hogy az új dalaimat eljátszhatom, és a közönség is megtalálja a maga örömét. A legújabb dalunk, amit még ki sem raktunk igazából a YouTube-ra sem, meg a Spotify-ra sem, az a Ne vitatkozzál hülyékkel című dal, ami most, hogy közelednek a választások, azt hiszem különösen érdekes felhangot fog kapni, hiszen olyan istentelenül rondán, gyűlölettel, hülyén tudunk egymással kommunikálni a Facebookon, csak azért, mert valaki mást tart értékesnek, fontosnak, hogy az, ami elszomorító. Ugyanakkor ehhez a témához nyilván iróniával nyúltam hozzá, és az eddigi koncerteken azt láttam, hogy imádják az emberek. De talán főleg azért, mert úgy írtuk meg a dalszövegét, hogy hát mindenki arra gondol, hogy ő persze nem hülye, de mindenki más rajta kívül hülye az univerzumban, és nagyon szeretik az emberek. Ez, mint a legtöbb ilyen típusú dalom, az mondom, az önirónia és a humor dimenziójában utazik. Tavaly márciusban adtuk ki a Noé című dalunkat, amit most is fogunk játszani. Ami furcsa módon ugye a bibliai legendát veszi alapul, és azt öltözteti fel egy újfajta értelmezéssel.
mert hogy azt gondoltam, hogy a Covid egyébként gyakorlatilag felére egy kisebb-nagyobb világvégével, és egy olyan pillanat lett az életünkben, amikor megszűnt a magabizonyosságunk a jövőt tekintve, amikor nem tudtuk, hogy mi fog ránk várni, és mi fog következni. És fura, hogy ezt a dalt jóval korábban írtam, de ez a világjárvány sajnos beérte, és aktuális lett. És a Noét is játsszuk ma este, és ezt a Ne vitatkozzál hülyékkel című dalunkat is, és hát persze fel fognak hangozni azok a repülők átdolgozások, amelyeket az LGT csodálatos dalaiból készítettünk. Geszti a dalszövegeken kívül műzikeleket is ír, és most is dolgozik egy darabon szerzőtársával, Dés Lászlóval együtt. Ugye a Dzsungel könyve és a Pál utcai fiúk után, amelyek Budapesten folyamatosan mennek a mai napig, és a Dzsungel könyve 26 éve megy, a Pál utcai fiúknak meg jövő hónapban lesz a 300. előadása, és még a Covid idején sem nagyon lehet rá jegyet kapni, egyikre sem. Azután egyrészt nyilván lett egy ambíció, hogy legyen egy újabb zenés darab, amit sikerre tudunk vinni. Ez lett az 1001 éjszaka meséjéből készülő darab, amit még Dés Lacival kezdtem, de aztán ő valamiért kiszállt ebből jó pár évvel ezelőtt, és Monori Andrással fejeztem be. Viszont a Dés Lacival meg dolgozunk egy másik darabon a Víg Színház számára, ami Petőfi Sándor életéből készül, mert hogy két év múlva lesz 200 éves évfordulója annak, hogy megszületett minden idők legnagyobb popsztárja, akarom rockstárja, aki egyébként költőnek álcázta magát, de tulajdonképpen a korszak forradalmára is rockstárja volt, az pedig Petőfi. És nagyon érdekes, hát meglehetősen nehéz vállalkozás ez. Az életrajzát nagyon kevesen ismerik igazán, csak arra emlékszünk, amit nagyjából az iskolában megtanítottak nekünk, az pedig egyáltalán nem azt a Petőfit mutatja tulajdonképpen, amilyennek én most látom ezt az egykori fiatal embert. Az igényes jazztől a stadion repesztő rapslágerekig sokféle izgalmas produkcióval lepi meg közönségét Geszti Péter 2021-ben is.